A Kínos Sporthíradó túl van már az 1500. élő adáson is, ami nem meglepő, hiszen a magyar sportolók hétről hétre remek eredményeket érnek el, akik szívesen beszélnek a sikerről, de a kudarcról is. Már csak ezért is érdemes minden hétköznap délután 17:30, illetve este 22:00 rákapcsolódni a Kínos Sporthíradóra. Tudja, a magyar sportoló is lehet érdekes. A most következő Kínos Sporthíradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márkakereskedés és szervíz. Sportosat. Híradónk vendége Szallai Tamás, a Honvéd Európa-bajnok kajakosa. Szervusz, üdvözöllek! Szia, én is üdvözöllek, és mindenkit a tévék előtt is. Ugye itt kiemeltem, hogy Európa bajnok kajakos, de hát ez a felnőtteknél. De korábban ugye korosztályodnak megfelelően egy jó pár érvet begyűjtöttél már. Igen, szerencsére végig tudtam járni a ranglétrát egészen az ifi korosztályból, ahol szintén Európa bajnoki címet is szereztem. Utána jött az U23, ott is sikerült Európa bajnoki címet szereznem, és utána még felnőttben is. Szóval szépen a lépcsőfokokat végigjártam. És az olimpia? Az olimpia az még eddig kimaradt, de idén Londonban lesz az olimpia, és nagyon szeretnék ott lenni, és mindent megteszek, hogy ott is ott legyek, és küzdünk. 500-on? Hát 500-an sajnos nem, mert 500 azt kivették az olimpia programjáról, de 1000 méteren meg 200-al lehet versenyezni, hozzám az 1000 méter ár közelebb, és ezen próbáljuk kivívni az indulási jogot. Eddig miért nem sikerült? Hát eddig azért, mert előző olimpia 2008-ban volt, és ott még kicsit fiatal voltam. A kvótát megszerezni. Ja, a kvótát, hát a nagy részét sikerült megszerezni, ugye a 8 kvóta maximális megszerezhető, ebből 7 megvan a fiú kajakosoknak, szóval annyira rosszul nem állunk, és még 1001-esbe és 200 párosba lehet majd tavasszal megszerezni ezt az egy kvótát. Mi kell ahhoz, hogy te ott legyél az olimpián? Hát leginkább a régi önmagamat kell, hogy idézzem, amikor Európa-bajnoki címet nyertem, és akkor szerintem van esélyem kikerülni, és az kell, hogy tényleg jó teljesítményt mutassak, és egy csapathajókat tudjak. Gyakorlatilag ez most mit jelent? Tehát hol kell jól szerepelned? Hát a válogatókon, itthon. Gyakorlatilag még mindenki előtt nyitva áll az út, hogy Londonba kijusson, és itthon, aki a válogatót megnyeri, az utazhat a versenyre. Mikor kezdődik a válogató? Hát május 5-től kezdődnek, és akkor 3 válogató versenyen gyakorlatilag eldől, hogy ki fog indulni az olimpián. 3 alkalom lesz? Hát nagyjából igen, mert még lesznek világkupák is, amik félig meddig beleszámítanak, meg Európa-bajnokság is, ami nagyjából beleszámít, de leginkább 3 alkalom lesz, ami a fő csapás irány. Jó, mert gondolom, azért ti is, ugye nektek is ez a fontosabb. Tehát jobb tudni, hogy mi számít bele, nem? Mert ugye igen. Készültök és hegyezitek a lapátot. Ezt azért elmondta a szövetség is, hogy konkrétan le vannak fektetve a szabályok, azért ebben most nem mennék bele, mert nem olyan rövid a lista, de tudjuk, hogy mit kell csinálni, és megvan a cél, és haladunk. És megvan akkor, hogy melyek azok a versenyek, ahol viszont mindent bele kell adni. Ki a nagy ellenfele vetélytársad itthon? Hát ezt nehéz lenne így megmondani egy embert, mert inkább többen vannak. Ugye az idősebb korosztályban a Kammerer, Kucsera, például ők nagy vetélytársak, vagy a Dombi, Kökény, Roland. Szóval őkkel kell majd versenyezni. De te egyesbe fogsz, ugye? Hát vagy párosba, vagy négyesbe, szóval ez még nem 1000%, hogy én miben akarok indulni, mert elég furák így a válogatási elvek, és inkább a páros meg a négyes számít legjobban, de persze egyesbe is meg akarom mutatni, hogy azért nem tűntem el, és ott vagyok még.
Igen, mert ugye egyesben voltál, ugye Erva bajnok. Igen, igen, csak az sajnos 500, ami meg nincs az olimpián. Így van, így van. De akkor az még nem dőlt el, hogy akkor most pontosan, hogy párosban vagy négyesben? Hogy... Hát az még nem, az még várat magára, akkor, hogy akkor készülsz? Mert... Jó, de hát most már mindjárt, ugye március van, mindjárt itt van a május, tehát... Hát, hogy készülsz ilyenkor? Hát még ugye szerencsére vizen nem vagyunk, és még alapozást nyomjuk ezerrel. És amikor, jó páran már. Jó páran már ugye kim vannak, de szerintem jó, hogy mi itthon vagyunk, és több erőt gyűjtünk ez alatt az idő alatt. És amikor vízre szállunk, akkor kezd majd körvonalazódni, hogy ki kivel fog menni. Persze van a fejemben már kép, hogy kivel, hogy szeretnék menni, meg azokkal már meg is osztottam ezeket a elképzeléseimet. De hallottam csapatársaitól, hogy ilyenkor mi nem ön szeretnek neveket kifelé mondani, mert hogy sértődés legyen, aztán soha nem lehet tudni, hogy utolsó pillanatban, ugye, hogy dől el, hogy ki kivel, és akkor ne legyen ebből sértődés, hogy korábban kit neveztek meg. Hát igen, ez is valamilyen szinten benne van a témában, meg azért még nem biztos, hogy mindenki úgy fog menni, hogy például tavaly, lehet, hogy valaki fejlődik, lehet, hogy valaki visszaesik, szóval a pillanatnyi forma az azért sokat fog számítani. Ilyenkor nagyon figyelitek egymást is, hogy ki milyen formában van? Hát azért nem olyan nehéz megfigyelni, mert ugye lesz tájékoztató verseny, és akkor azon majd látni lehet meg. Hát azért nem edzünk messze egymástól, meg ugye vannak az zuhanyhíradós hírek is, hogy ki, hogy, merre, hány méter. Ez az érdekes lehet. Lehet tudni. Azért mégis, hogy ennyire odafigyeltek egymásra. Hát kell, szerintem mindenki odafigyel a másikra, nem csak mi, mondjuk a mi honvédős csapatunk figyel kívülre, hanem mindenki figyel másra. Persze nem olyan szinten, de azért valamilyen szinten nem szabad elengedni teljesen a szemünk mellett őket. Mennyire ismernek téged? Mennyire tudják, hogy ki is ez a Szalai Tamás? Hú, jó kérdés. Hát szerintem a kajaksporton belül mindenki azért tudja, hogy ki vagyok, de hogy így a... Jó nagy nevek mögött, ugye nehéz egy fiatalnak úgy feltűnni. Hát igen, mert azért még mindig aktívan kajakozik, akár a kamera, akár igen. A Vereckei Ákos. Szóval nehéz kitűnni, de azon vagyunk, hogy kitűnjünk. És kijutsz Londonba, olimpiát nyersz, és akkor már... No probléma akkor. Igen, hát ez a terv. Ez a terv. Miért kötötték ki a kajak mellett? Mert ugye korábban judóztál is. Igen, én már elég korán elkezdtem sportolni. 4 éves koromban kezdtem judózni, akkor is már Honvédban. És 4 éves koromban? Igen, 4 éves miért? Koromban. Hogy olyan korán nem evitek? Tudom, apukám szerette volna, hogy ő judózott valamikor? Nem, vagy? Ő sajnos nem tudott sportolni. Aha, akkor nem volt ennyire szoros kötődés. Nem, de nagyon szereti a sportokat, és így szerette volna, hogy én mindenféleképpen valamit elkezdjek mozogni, és akkor ugye csak heti pár alkalommal judó edzésekre elkezdtem járni, egészen fiatalon, és akkor ez 12 éves koromig meg is maradt, és utána váltottam át a kajakkenúra. 8 évet judóztál? Hát, mondod, 7 évesen kezdted. Jó, akkor hát 7. olyan 7 év körül nagyjából. És akkor mi történt 7 év után? Mert hát nem valahogy... egy rövid időszak azért. Nem is tudom, hogy valahogy meguntam az egészet, meguntam a termet, meguntam, mindig nagyon monoton mindig volt számomra. Mindig megvertek téged. Hát azért, nem, igen, azt mondom, hogy nem is voltam a legjobb, egy ilyen középszinten voltam, de hát mind ugye nagyon fiatalok voltunk, meg ugye bármi lehetett volna. Persze. De inkább az, hogy teremben vagyunk, mindig ugyanoda járni, mindig monoton volt nekem. És állandóan ucsikomizni, állandóan befordulni, és állandóan igen, azt csinálni. Igen. Tehát... Ja, meg volt, hogy csinálj ebből ennyi darabot, és akkor az annyira nem tetszett, utána meg kimentem a vízre, ott megnyíltak a... Vizek előttem kergettük a kacsákat kiskorunkba, szóval akkor távol voltunk haverokkal. Hát azért ez is unalmas, állna lapátolni, miért csak lapátolsz, nem? Vagy hát úgy én gondolom rosszul, mint laikus. Hát úgy is fel lehet fogni, mert kívülről úgy tűnik, de igazából belülről nagyon sok apró részlete van ennek, akár egy szél, akár a hullámok, akár minden, szóval változatos tud lenni, valamikor ilyen szél fúj, valamikor olyan szél fúj, mindegyik az alkalmazkodni kell, mindig jönnek más irányból ingerek, szóval így itt a kinti sportban szerintem sokkal, sokkal változatosabb, persze itt is csak edzünk és lapátolunk, igen, de igen, itt azért és minden pillanatban mást kell éppen leküzdeni, más igen, ellemet. Igen. És ugye ott van akkor még a páros vagy négyes csapathajózás, az még ugye meg tudja színesíteni a dolgokat. Jó, de judóból hogy jön a kajak? Hát ezt is apukámnak köszönhetem.
hogy én akkor gyakorlatilag kijelentettem 11-12 éves fejjel, hogy ugye nem is akarok már többet sportolni, nekem elég volt, és akkor ő noszogatott, hogy de kell, és akkor levitt a AVS-ének a kajakkenu telepére, ahol nagyon jó társaság volt, és megtetszett a hangulat, meg a kajakozás, és akkor úgy leragadtam. Uh-huh. És miért pont a kajak rövid lesz, nem tudod? Hát ez egy jó kérdés. Nem is szerintem, kérdezted soha? Hát így nagyon nem beszélgettünk el erről, érdekes, de szerintem azért már, hogy jó tetszett neki. Volt. Mert végül is jó döntés. Ja, persze, nagyon jó. Ezért kérdés az, hogy honnan jött az ikret, hogy akkor, ha nem judó, akkor kajak. Szerintem azért, mert ezt a sportot szerettem még a legjobban, és akkor szerintem így. De ez úgy testre áll, ugye? Ja, persze. Ez a kajak nagyon, neked. Nagyon és miért nem kenu, miért kajak? Hát gyakorlatilag ez abból fakad szerintem, hogy akkor abban az egyesületben, hogy elkezdtem, ott nem volt kenu, csak kajak, ezért nagyon más választás nem volt. Kajakba ültem be először, kajaklapátot adtak a kezembe először, így hát ez lett. És szerelem rögtön első lapátolásra? Hát azért nem egyből, de azért egy fél év után már azért nagyon szerettem lejárni. Az első időkben még azért itt is kellett noszogatni kicsit, de utána már azért magamtól szívesen jártam edzésekre. És jöttek az eredmények is, gondolom. Jöttek szépen lassan, sorjába, és ahogy mondtam. Azt mondják, hogy ez fontos egy gyereknek, hogy eredmények legyenek, és akkor az elég motiváció ahhoz, hogy ott maradjon adott sportágban. Hát igen, azért nagyon rossz lett volna, hogyha eredmények nélkül van. Ugye minden korosztályban megvannak a kis apró versenyek, meg eredmények, amikre úgy lehet támaszkodni, meg lehet építkezni. Szerencsére sikerült mindegyikből kicsit kivenni a részemet, és kicsit átérezni, hogy ez az van miért küzdeni, és ezért tudtam tovább csinálni. Hogyha éppen nem vagy bizony, nem edzel, mit csinálsz, hol élsz, hol laksz, kivel élsz, szabadidődben hová mész, mit csinálsz? Hát szabadidőm az viszonylag sok van, de sok is, meg nem is inkább, mert szabadidőm sok van, de abból sokat kell fordítanom a pihenésre, mert hogyha nem pihenek eleget, akkor nem tudok rendesen másnap edzésre menni. Hát hétvégén szokott inkább ez a szabadidő dolog előtérbe kerülni, és akkor általában egy moziba elmegyünk barátnőmmel, vagy ismerősökkel, haverokkal, vagy otthon leülök, játszok egy kicsit PlayStation-on nagyjából. Iskola? Iskolát, hát azt félig meddig. Én úgy szoktam mondani, hogy csinálgatom az iskolát, mert hogy szorosan járok iskolába. Hová és pontosan jársz? Azt nem mondanám, a műszaki főiskolára járok, és ott vagyok éppen harmadéves, de hát még azért van pár, hátra jó pár fél év, meg jó pár tárgya, amit meg kell csinálni, de hát ahogy az időm engedi, úgy csinál. Halaszgatsz néha igen, egyet. Igen, mikor, hogy akkor halaszgatok, amikor meg van időm, és be tudok járni, akkor meg bejárok. Most nagyon nem lesz időd. Hát most ebben a fél évben ezt inkább a kajakozásnak szentelem, és most ugye el is megyünk edzőtáborba, Sevillába, és akkor onnantól rá kell koncentrálni erre a bő két hónapra, ami még vissza van az első versenyig. És az már vízválasztó, az első versenyét, ha nem jó sikerül, akkor már úgymond fölteszed a lapátot? Hát az nem, azért nem, de valamilyen szinte jól kell menni. Például, hogyha nagyon rosszul sikerülne, akkor nyilván lelkileg az egy csapás lenne, mert nem azt várom magamtól, de eddig sose volt ezzel baj, hogy az első versenyeken nem sült volna jól a dolog, szóval én bízok magamban is, meg jó. Mindenben. Elárulod, hogy mit vársz magadtól? Hát magamtól én azt várom, hogy kijussak az olimpiára. Szóval ez nem is titkolt vágyam, hogy kint legyek, és hogy milyen hajóegységben, hogy azt nem tudom, de mindenféleképpen kint akarok lenni. Erről mit mond? Azt mondja, hogy reális álom, valós? Szerintem mindenféleképpen valós. Szerinte is, megbeszéltétek ezt is. Egyébként, vagy nem kell? Ja, hát így konkrétan azt, hogy mondjuk ki akarok kijutni az olimpiára, ezt ő is tudja, mert ugye azért edzünk, arra készülünk, de így konkrétan így nem beszéltük meg, hogy akkor van-e esélyem kijutni, mert szerintem mind a ketten tudjuk, hogyha olyan formát mutatok, amit várunk, akkor akkor van esélyem. Hogy érzed? Jó formában leszel idén? Úgy érzem jobban. Ugye a téli felkészülés alapján, meg a téli felmérések alapján mindenféleképpen arra enged következtetni, hogy jó lesz. Hobbid egyébként van valami? Hobbim? Semmi. Hát régebben volt kis modellvasutazás, de az kiskoromban. Most nagyon nincsen sajnos hobbim. Most csak az edzés, igazából arra koncentrálsz. Hát arra koncentrálok, meg amikor ugye van szabadidőm, akkor pihenek, vagy barátnőmmel együtt elmegyünk egy
hétvégére, vagy akár még kis apró dolog, de nagyon hobbim, amire minden hétvégén leülök és odaállok mellé. Igen, hát mondjuk arra jó, hogy valahol úgymond ki tudod magad kapcsolni, ki tudod magad pihenni. Hát kikapcsolni általában mondom ezzel a videójátékozással szoktam, amikor beülök elé, lehúzom a rolót, és akkor nyomogatom és pár órát, és akkor az úgy kikapcsol. Akkor az első lépés az, hogy ki kell jutni az olimpiára, és majd utána lehet álmodozni arról, hogyha kijutottál, hogy akkor mit is hát, lehet már... tőled várni. Igen, igen. Szóval az már, hogy milyen számba jutok ki, az elég nagy vízválasztó lesz abban, hogy milyen eredmény is lehet, mert szerintem most idén a négyesnek lehet a legnagyobb esélye egy dobogóra állásra. És akkor jó lenne a négyesbe bekerülni? Beférni? Hát én azt mondom, hogy bármibe jó lenne. Szóval én bármibe szívesen elindulok, akár egyes, páros, négyes, szóval én mindenre nyitott vagyok. Ami sikerül igazából, úgy mondom, de hát az első cél igazából, hogy a párosba kell jól menni, és akkor azzal lehet kvalifikálni magát az embernek a négyesbe. Úgy a bőválogatott keretet figyelembe véve a kajaknál és a férfiaknál. Mindenki jobban van mindenkivel, vagy vannak klikkek? Hát én azt mondanom, hogy így szemtől szembe mindenki jóban van mindenkivel, és igazából én se senkivel nem vagyok olyan rossz viszonyban, és úgy érzem, hogy nem vagyok rossz viszonyban, persze lehet mögöttem más mondanak, de én szerintem úgy érzem, hogy mindenkivel jóban vagyok szerencsére, és ez az egész kajak sportra igaz, hogy nagyon igazából barátságok vannak inkább, mint ellentétek, meg ellenségek. És azért fontos, mert akkor azt mondom, hogy tényleg úgymond szakmai alapon jönnek létre majd akkor a páros vagy a négyes. Hát szerintem most idén mindenféleképpen szakmai alap az előtérben. És nem az, hogy kivel jobb. Ugye korábban lehetett ilyeneket hallani, hogy ki kit furt meg, mert nem kívánt, hogy ott nem akart egy hajóba ülni vele. Hát voltak ilyen pletykák, meg olyan pletykák, meg én is részese voltam a tavalyi négyes mizériának, hogy úgy fogalmazzak, és ez nem esett jól, de idén... Így ezért mondom, hogy ezért kérdeztem, hogy most milyen a légkör. Most szerintem azért lesz jobb, mert maguk a versenyzők fogják eldönteni, hogy én veled akarok menni, én veled megyek, te veled akarsz menni, ő velem megy. Szóval most nem lesz ilyen szövetségi felsőbb irányítás, hogy kivel kell mennie, mindenki választ magának párt, meg választ magának négyes párt. Ha rosszul választottak, úgy járt. Szóval ez most így ránk van hagyva igazából. Szerintem én bízom benne, hogy jó döntés, és hogy jó lesz. Hétvégén mentek edzőtáborba, most már ti is, ugye? Hova mentek? Mi Sevillába megyünk, Spanyolországba. 4 hét? 5 hét? Mi 4 hétre. 4 hét. Azért elég az. Voltál mostanában vizen? Nem öveztem. Hallottam. Mikor? Volt-e utoljára vizen? A utoljára szerintem november elején, október vége, november elején. És ilyenkor már hiányzik? Hát mondhatni igen. Szóval hiányzik a feeling is, hogy evezni lehet, meg igazából az az érzés hiányzik, hogy úgy megmutatnám, hogy így a téli alapozás után, hogy mire vagyok képes, meg hogy megyek, meg ilyenek. Szóval... Téli alapozáson mit csináltok? Teremben vagytok, és akkor súzóztok, vagy... Hát elég monoton, gyakorlatilag futunk, konditerembe járunk, és úszunk, meg tanmedencézünk, ami a tanmedencé ilyen imitálja a kajakozást, gyakorlatilag ülünk egy betonteknőbe, és akkor közt oldalunkon víz. Szóval ezt a 4 dolgot csináljuk. Ez monoton, mint a judós lassan, nem? Hát így nem tudok, most akkor nem tudok különbséget tenni, ugye, mert ugye akkor kis apró fejjel máshogy gondolkodtam, most azért meg tudom, hogy ezt megcsinálom azért, hogy utána jobb legyek. Szóval így könnyebb ezeket a monotóniákat elviselni. Egyszer se fordul meg a fejedbe, hogy kész vége? Nem megyek többet a kajakpályára? Hát még nem. Még szerencsére ez nem fordult meg a fejemben, bár hogyha nagyon sikertelen lennék, akkor biztos, de erről nem akarok beszélni, mert előre nézzünk és a sikereket figyeljük. Végülis eddigi pályafutásoddal elégedett vagy? Hát őszintén szólva nem azt mondom, hogy elégedett, de azért valamilyen szinte büszke vagyok az eredményeimre, mert azért van egy pár eredmény, amit lehet. Jó, mert akkor van miből táplálkozni, és tudod azt, hogy persze, van miért, és megéri. Miért szenvedni és küzdeni. Viszont akkor mentek most Magyarországba, és akkor vízre teheted a hajót. Igen, vízre tesszük, és
már ki fog alakulni utána nem sokkal, hogy ki, kivel, hogyan kavar, kivel fog páros négyesbe. Akkor majd figyelnünk kell a híreket, és akkor majd nagyon Spanyolországban, hogy eldől az, hogy majd a Szalai Tamás végül melyik hajót és kit választott? Hát talán még Sevillában nem lesz 100%-os a döntés, de utána pár héttel már mindenféleképpen el fog dőlni, hogy ki, hogyan, kivel megy, mert ugye nincsen olyan sok idő, hogy variálgatni, meg próbálkozni, mert egy négyest azért összecsiszolni, összerakni, azért ez nem egy pár hét melója. És mindjárt itt a május. Igen, és májusban meg már jól kell szerepelni mindenféleképpen. És ugye májusig mindenképpen el kell dönteni, ugye? Utána már nem lehet variálni, vagy lehet? Hát utána is lehet, csak szerintem utána már nincsen sok értelme, mert utána már jönnek egymás után a versenyek, és nincsen nagyon idő se alapozni, se átszokni mondjuk egy másik emberre. Uh-huh. Szóval szerintem, aki tavasszal kiválaszt egy embert, az annak ki kell állnia mellettem, és az végig kell vinni, mert úgy lehet a legjobb eredményt elérni. Nehéz összeszokni egy másikkal? Hát, hogyha talán egy olyan emberről van szó, akivel még soha nem ment az ember, akkor nem olyan egyszerű dolog, de itt azért már... De miért? Hát végülis mindenki ugye azt az iskolát tanulja, ugyanúgy helyezkedik a kajakban, ugyanúgy fogja a lapátot. Hát kívülről ugye így tűnik, de belülről ugye nem minden edző ugyanazt tanítja, ugyanazt a technikát, szóval vannak apróbb változtatások, amik elviszik a mozgást, meg... Milyen lehetnek olyan dolgok, hogy például valaki kicsit félreüli a hajót, félre dönti, és akkor az a másik embernek zavaró lehet, vagy úgy mozog a lábával a hajó van, hogy jobban dönti egyik oldal, a másik oldal, szóval azért vannak itt a felszín alatt olyan más apróságok. És ezek a sok kis finomságok meg viszont döntenek sok mindenről. Sok kis finomságok azok nagyon sokat döntenek, mert hogyha valaki nem érzi magát komfortosan egy hajóba, kényelmetlen neki, akkor nem tud úgy teljesíteni, mert az a jó, hogyha minden klappol, minden. Jó. És klappolni fog veled is minden. Ja, én azon leszek, és mindenki azon van, úgy érzem, körülöttem is, hogy segít, és szerintem minden adott ahhoz, hogy elérjek egy jó teljesítményt, egy jó eredményt. Akkor így minden rendben van most körülötted, ahogy én most érzem. Hát most, igen, nem nagyon nézzük hátra a múltba, nem a rosszból táplálkozok, hanem a jóból, és azt figyelem, hogy ugye miként, hogyan lehetne előrébb vinni a dolgokat, és hogy tudok kijutni az olimpiára gyakorlatilag. Na hát az ő hát mégis egészséges önbizalom, az fontos. Hát az kell. Szerintem ebben a sportágban, itt van a kajakkenúban, ahol akkora a mezőny, itt úgy adálni egy versenyre, hogy valaki nem bízik magába, vagy nem biztos a dolgába, úgy szerintem biztos nem is lehet, és az ki is fog kapni. Akkor zárásként. Májusban mikor és hol lesz az első válogatóverseny? Május 6-a és 8-a között lesz Szegeden az első válogató és tájékoztató verseny. Ami már azért egy erős támpont lehet. Igen, igen, azért az már sok mindent elárul, hogy ki milyen formában és ki hogy várja a következő válogatót, ami már tényleg élethalál harc lesz. Na, bízunk benne, hogy minden jó sikerül. Én is bízok benne. Nagyon köszönöm. Szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. További sportosat. A Dino Sport Híradót támogatja a Nemzeti Sport.